De sose gondoltam volna, hogy te egy ilyen cuki, szerelmes kutya hordozó ember leszel. Az egy dolog, hogy te nem gondoltad rólam, én se gondoltam magamról. Tehát én látom ennek az egésznek a fonákját, meg a komikumát, hogy itt egy ilyen nagy darab figura, és egy kis 4,5 kilós kutyával mászkál. De nekem, figyelj, ez dobta a véletlen, tök véletlenül szegődött hozzánk Karcsika. Ő egy, nevezzük ilyen félig-meddig befogadott kutyának. Kölyökként került hozzánk, de óriási szerencsével egy olyan alomból, ahol nem tudom, volt rövidlábú, hosszúlábú, drótszőrű, kese és a Karcsika. Tehát, hogy elképesztő volt, és akkor azonnal befogadtuk, különben nem volt megtervezve a neve. Andival már együtt voltunk akkora, és megláttuk, és mondtuk, hogy op, ez egy Karcsika, és akkor így lett ő Karcsika. Nem is kellett gondolkodni. Mai napig nem tudjuk, hogy melyikünknek jutott, ezzel szoktunk vitatkozni, hogy nekem jutott eszembe, nem nekem, de lehet, hogy Andinak, de lehet, hogy nekem, nem tudom. Random családtag lett egyébként. Igen, random családtag szokták, lett. Szokták mondani egyébként, hogy a kutyák azok hasonlítanak a gazdájukra, de nem tudom, hogy ez a kutya miben hasonlít hozzád. Mert van egy gyanúm egyébként, hogy szerintem belső tulajdonságaitokba kell, hogy Még nagyon okos ő is, mint én vagyok. És szerény is természetesen. Nagyon szerény is, nagyon extrovertált. Nem, különben mi nagyon egymásra hangolódtunk. Tehát, hogy amikor mi kettesben vagyunk az autók, én szoktam vele beszélgetni. Nézd csak, Karcsi, ott egy másik kutya. És akkor oda megy, és azonnal tudja, hogy merre kell nézni. És így szoktam neki mutogatni dolgokat. Teljesen infantilis, de én nekem ő ilyen... El sem tudom már képzelni a létemet. Nem vagy kicsit félték erre, hogy azért sikerült fölnevened a second brandet, ahogy te mondtad, a második márkát? Nagyon sokszor a második brand túlnövi az első brandet, és most ez történt. Tehát, ugye, napi szinten történik, meg valahol megérkezve, és szokták mondani, itt van Karcsika. Szoktam mondani, itt vagyok én is. Hát igen, köszöntöm. Egyszer bementem egy autószervizbe, és kinyílt a fotocellás autó, előre rohant Karcsika, én is megérkeztem, és egyszer csak azt hallom, hogy olyan régóta szerettem volna már önnel találkozni, önnel. És így oda néztem, és láttam, hogy a munkafelvevő Karcsikával beszél. Mondtam, hogy ezt most komolyan a kutyának mondta. Igen, azt mondja, olyan régóta szerettem volna. Igen, tegezett egyébként. És azt mondja, hogy Karcsika nem kér vizet? Mondom, Karcsika nem kér, én viszont szívesen elfogadom.